A jövőben ez a tábla is felkerülhet a Bajai Szent Rókus Kórház épületének falára. A Családbarát munkahely cím elnyerése is jól mutatja, hogy a kórházban évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a kiegyensúlyozott családi és munkahelyi környezet kialakítására. A megfelelő körülmények biztosítása mellett külön programokat szerveznek a gyerekes dolgozóknak. Részben saját költségben, részben uniós pályázatokból pénzt nyertünk, és ezeket a pénzeket ilyen kiégés elleni tréningre, családi napokat tartottunk, családi korcsolyázásokat tartottunk, nagyon sok továbbképzést, életmódvezetéseket és különböző úszodabérleteket, flavélosz meg egyéb ilyen bérleteket vásároltunk a dolgozóknak, amit igény szerint felhasználnak. A család és a munkahely nehezen egyeztethető össze, különösen az egészségügyben. Ezért minden lehetséges támogatást igyekeznek megadni, tette hozzá a főigazgató. Ez azért is nagyon fontos, hiszen a szakdolgozók többsége nő. A mintegy 1000 főt mind személyesen ismerik, így bárki fordulhat hozzájuk panaszával, problémájával, mondta el az ápolási igazgató. Figyelembe vesszük a munkakezdésüknél, hogy egyes mellett egyed extrákat is figyelembe tudják venni. Figyelembe vesszük, amikor jönnek vissza, hogy gyed mellett 4-6-8 órában, attól függ, hogyan, mekkora gyerek, hogyan tudnak helytállni úgy a munkahelyen, mint a családban, és mindenféle ilyen családi támogatást, meg kedvezményt megadunk minden dolgozónknak. A kórházban a jövőben szeretnék bővíteni a családbarát szolgáltatásokat, így a következő nyári szünetben már saját napközibe várnák a dolgozók gyerekeit, és nem titkolt cél egy kórházi óvoda megteremtése.